Aggasztó jeleket lát több uniós tagállam gazdaságpolitikájában az Európai Bizottság. Erről beszélt az Euronews-nak az Európai Unió gazdaság és pénzügyi biztosa Brüsszelben, miután az EB közzétette szokásos éves országjelentését. Pierre Moscovici szerint a kérdéses országokban, Olaszországot és Görögországot külön kiemelte, magas az adósságállomány és rossz szerkezetűek a hitelek. Olaszország ellen jelenleg semmilyen eljárás nem zajlik, de látható, hogy túlzott egyensúly hiány és néhány területen gyenge teljesítmény jellemzi. Főként az államháztartás hiánya lesznek súlyos problémáik. Ezért felhívtuk a figyelmüket arra, hogy sürgősen térjenek vissza a reform folyamathoz, mert ez mindannyiunk számára kiemelten fontos kérdés, fogalmazott. A bizottság a görög pénzügyi szektor sebezhetőségét emelte ki a rossz hitelei nyomán. Aténi 86 milliárd eurós segélyprogramja augusztusban futott ki. A görögök sok munkát elvégeztek. Görögország jó úton jár, a néhány egyensúlytalanság logikusan következik a programból való kilépésükkel. Tehát van még néhány tennivaló, amit mindenképpen el kell végezniük. Az uniós biztos nem tért ki a jelentés néhány olyan megállapítására, mint hogy számos országban megálltak a strukturális reformok, akad, ahol alacsony a termelékenység, vagy éppen túlzott kereskedelmi többlettel bír.